Szigorúbb intézkedéseket vár az uniós tagállamoktól a koronavírus járvány megfékezésére az Európai Bizottság. Mivel az új fertőzöttek száma masszívan nő, az egészségügyért felelős biztos szerint több korlátozásra, a szabályok szigorú betartására van szükség. A ciprusi politikus arra kérte a kormányokat, hogy buzdítsák a lakosságot arra, hogy oltassák be magukat influenza ellen. Az óvintézkedések ellenére is megállíthatatlanul terjed a járvány Nyugat-Európában. Az Egyesült Királyságban 5 havi rekord dőlt meg. Franciaországban pedig minden eddiginél több fertőzöttet regisztráltak, ezért újabb szigorításokat jelentett be a kormány. Izraelben teljes vesztegzár lépett életbe, csak a létfontosságú üzletek és szolgáltatások működhetnek, mindenkinek otthon kell maradnia. Brazíliában pedig lefújták a riói karnevált. Már meghaladta a 32 milliót a fertőzöttek száma világszerte, de sok a gyógyult is, 22 millióan lábaltak ki eddig a betegségből. Vérfagyasztó reklámvideóban hívja fel a figyelmet a járvány terjedése elleni óvintézkedésekre a skót kormány. A kisfilmben egy fiatal lány teát készít nagyapjának, s ezzel már is megfertőzte az idős férfit. Soha ilyen időszerű nem volt még a kampány. Skóciában is elsősorban a fiatalok között terjed a járvány, napi százak kapják el a kórokozót. A Glasgow-i Egyetem több száz hallgatója került házi karanténba, miután a kampuszon is felütötte a fejét a koronavírus. Nem éppen így képzeli el az ember az első egyetemi évet. Bulizni akartam, szórakozni. Ez egy ilyen év, sajnos mindannyian egy csónakba nevezünk, mondta egy fertőzött hallgató. Csütörtökön volt az első este az Egyesült Királyságban, hogy minden kocsmának és étteremnek este 10 órakor le kellett húznia a rolót. Egyre szigorúbb óvintézkedéseket jelent be a kormány, ugyanis újra megállíthatatlanul terjed a járvány. Csütörtökön több mint 6600 fertőzöttet regisztráltak. Ilyenre még csak egyetlen egyszer, még áprilisban volt példa a Szigetországban. Franciaországban is újabb szigorítások léptek életbe. Este 10 után ezentúl Párizsban is bezárnak a vendéglátóhelyek. Már eddig is a felére csökkentek a bevételeink. Ha 10-kor be kell zárnunk, akkor már kinyitni sem lesz értelme, mondta egy párizsi kávézó tulajdonosa. 10 főben korlátozták a gyülekezést a köztereken, és betiltottak minden 1000 főnél nagyobb sport és kulturális rendezvényt, valamint minden beltéri magárendezvényt, így az esküvőket is. Franciaországban csütörtökön ugyanis minden eddigi rekord megdőlt, 24 óra a leforgása alatt 16 ezer fertőzöttet regisztráltak. Szigorú óvintézkedéseket helyezett kilátásba az osztrák kormány is. A téli síszezon közelettével éjszakai kijárási korlátozást hirdettek az ország síközpontjaiban. Tirol, Vorarlberg és Salzburg tartományokban ezentúl este 10 után tilos lesz az utcán tartózkodni, és betiltották a zenés táncos rendezvényeket a hüttékben. A televízió képernyőin figyelmeztette a görögöket Kyriakos Mitsotakis miniszterelnök, vagy betartják az óvintézkedéseket, vagy felkészülhetnek egy újabb szigorú vesztegzárra. Országos szintű teljes vesztegzárat hirdetett ki Benjamin Netanyahu izraeli miniszterelnök csütörtökön. Csak az élelmiszerboltok, gyógyszertárok és benzinkutak maradhatnak nyitva, miután egyetlen nap alatt 7000 fertőzöttet regisztráltak, akik közül 600-an intenzív ellátásra szorulnak. Súlyos vaskapu zárja a Szambadrómt, a riói karnevál szamba versenyeinek világhírű helyszínét. A 18. század óta minden év februárjában tömegek kíváncsiak a hagyományos táncmulatságra. A szervezők azonban most bejelentették, a járványhelyzet miatt kénytelenek elhalasztani a karnevált. Az évi 2 millió látogatót vonzó eseményre nem tűztek ki új időpontot, így meg lehet, hogy legközelebb 2022-ben vonulnak Rio utcáira a színes maskarájú táncosok. Míg nyáron az amerikai kontinens volt a világjárvány gócpontja, addig szeptember eleje óta újra Ázsiában regisztrálják a legtöbb fertőzöttet, miután a vírus robbanásszerű terjedésnek indult a több százmillió fős Indiában. Már csak nem 6 millió fertőzöttet regisztráltak az országban, a halálos áldozatok száma megközelítette a 100 000-et.